Halat telepítette a Hunyadi, az Erkel és a Rákóczi Tavon a Gyulai Sporthorgász Egyesület. A háromtó mindegyikében négy mázsa hal érkezett, így összesen 12 mázsával bővült a gyulai állomány. A biharukráról érkezett egyedek, két és fél és négy között közötti súlyúak. Évről évre az évkezdést mindig úgy kezdjük, hogy hal haltelepítéssel. Ez azért kell, hogy az állományt pótoljuk, mert azért évközben a horgászaink azért, azért, telepítünk, hogy, hogy haza tudják vinni a konyhára a halakat, kivéve a hunyaditóról, mert ez az Egyesületnek a kimondott sport horgásztava, egy versenypálya, egy szabványos 13 méterenként bejelölt versenypályáról van szó, ami igaz Igazándiból arra szolgál, hogy egyesületi versenyeket, megyei versenyeket, illetve cégek rendezvényeit, baráti társaságok rendezvényeit tudjuk egy színvonalas minőségben megrendezni ezen a tavon. Az elnök kiemelte: Az elmúlt év időszaka a Sporthorgász Egyesület életére is hatással volt. A hunyadi az erkelés a vizét az élő vízcsatorna pótolja, így nem a vízhiánya volt gond hanem a hal utánpótlással. A halnevelő tavakban ugyanis nem volt megfelelő mennyiségű víz, ezért nagyon sok tavat leengedtek, és ez a halárát nagy mértékben megemelte. Sletterpát hangsúlyozta, emellett a takarmányárak is rohamosan megnőttek, így egy kilogram pontyot közel 2000 forintért kapnak. Mindig pozitívan indulunk neki minden évnek, ez az év is úgy kezdődik, hogy bízunk benne, hogy minél több halat tudjunk tenni a tavakba. Nagyon szeretnénk, ha ez a versenypálya ez egy még színvonalasabb lenne, hiszen tavaly jóta üzemeltetjük, tavaly egy náddal benőtt, sűrű, bozótos, gazos terület volt ez még, és kotrással kezdtünk, partrendezésekkel elég sok pénzt elköltöttünk rá, de a tavalyi évben is már tudtunk 50 mázsa halat tenni ebbe a vízbe. Az elnök hangsúlyozta, az év folyamán az Egyesülethez tartozó három tóba minél több halat szeretnének telepíteni annak érdekében, hogy a horgászok elégedettek legyenek, és sok halat foghassanak.